Néhány héttel a pártkonferencia után vajon hogyan látják Bécsből reformtörekvéseinket? Magyarországon ezen a pártkonferencián egy lehetőséget teremtettek. Hogy ez a lehetőség valósággá válik-e, ezt nem tudom, és azt hiszem, ezt senki nem tudja. És abban, hogy ezt senki nem tudja, van valami vigasztaló. Mert a valósághoz közelebb állnak olyan politikusok, akik azt mondják, hogy most meg fogjuk a valóságot vizsgálni, és ebből a szükséges következtetéseket levonjuk, mint azok, akik egy kész programmal kiállnak, és akkor a saját programjuk szellemében a valóságot megpróbálják formálni. Ebből a realizmusból adódhat, hogy Magyarország lassanként egy modellé válik. Egy modellé nem csak a szocialista országok számára, hanem az egész Európa számára, mert itt olyan társadalmi lehetőségeket lehet megvalósítani, amelyek eddig sehol a világon nem voltak. Az osztrák közvélemény hallatlanul izgalommal fogadta. Tehát eznek külső jelei is voltak. Az újság egy negyedórás tudósítást hozott azokról a személyekről, akik megválasztottak, és az egész pártkonferencia jellegéről, alakulásáról, és arról, ami nagyon feltűnt, hogy itten úgy látszik, egy spontán módon nyilvánult meg sok, főleg fiatalabb, politikailag érdeklődő embernek az akarata, a szándéka. És ez megfelel nem csak az ország érdekeinek, hanem megfelel azoknak az elveknek is, amelyeket Gorbacsov képvisel, és amelyet mindenki nagy rokon szemvel figyel. Az a benyomásom, hogy Magyarország megint egyszer példát mutat. Ez ennek az országnak egy sajátossága. Sok krízis és zord idő ellenére mindig vannak olyan évek, ahol a magyar példa egész Európa számára fontos, és azt hiszem, ez most egy ilyen történelmi pillanat.